A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969 óta működő szervezet, mely minden évben az ország más-más településén tartja meg a hagyományaiknak megfelelően szerveződő vándorgyűlést. Az első vándorgyűlésünket 1970-ben tartottuk. A vándorgyűlés az Egyesület életének az az ünnepi pillanata, amikor az Egyesület által alapított kitüntetéseinket átadjuk. Az Egyesületünk nagy múlttal rendelkezik, 42 városban van csoportunk, mint már mondtam, 55 éve alakult. Azóta megalakítottuk a Széchenyi Ferenc jutalomérmet, ennek van 3 ezüst fokozata, plusz 1 arany. Ezeket az éremütő egyesületi önkéntes munkáért adjuk át. Van egy bronz fokozat, mely rá van bízva, hogy a helyi csoportok vezetői tüntethessék ki a helyben dolgozó embereket. Ahhoz nem kell semmiféle központi határozat, míg ezeket az elnökség országos küldési határozatban adja át. Ezen kívül a vándorgyűlésen van az Unger Emil jutalomérem, melyet a tudományos munkáért, a szakírói munkásságért adunk át. Az Egyesület életében ez a rendezvény nagyon fontos szerepet tölt be. Megyei szervezetet 1984-ben, tehát 40 évvel ezelőtt alapítottuk néhányan. Az alapító elnökünk Vadász Tibor volt, ő él és virul, hál' Istennek, 85 éves, de nem tudott eljönni most a mai megbeszélésre, illetve a mai bemutatóra. Az őt követő elnökünk Király József, aki 20 évvel később vette át az elnöki posztot. Ő se tudott sajnos jönni különböző okok miatt, úgyhogy én, mint társelnök, nem régóta vagyok társelnök képviselem az Egyesületet. Lenkei István azt is elmondta, hogy a Tolda Vármegyei Szervezetnek 29 tagja van, és minden hónap második szombatján tartják összejöveteleiket a Babits Mihály Kulturális Központban. Paksot azért választottuk ki, mert ország közepe, mondjuk így. Mindenhonnan nagyon könnyen elérhető, ha meg lesz a Kolocsai híd, akkor a túloldal is még inkább elérhető, és a kettő éremcsere közvetítést, éremcserét tartottunk, őrzét tartottunk tavaly és tavaly előtt, és akkor a sikere volt, hogy kérték, hogy ismételjük meg. Tehát most olyan szerződésünk van az ESZI kuratóriumával, hogy a következő 3 évben is minden május 1-én Pakson lesz a bőrze. Most készült először egy új, modern technikával színes érem Magyarországon, melyet a sajtótájékoztatón mutattak be.